A bükláb által a sajó ígér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Teljes mértékben felkészítették, de az igazából nem sok közünk volt. Annyi, hogy a lámpasort azt mi szereztük be. A pályabejárással és egyéb más dolgokkal viszont teljes mértékben ránk szakadt, de azt mondom, hogy ezeket a pályákat elég jól ismerjük, és versenyeztünk is már rajta. Igazából szerintem poros lesz, veszélyes lesz, de hát ilyen arra. De azt ígérték, hogy le fogják a bükszentet söpörni, tehát azt mondták, vettek 50 darab seprűt, minden rendezőnek adtak egyet, és hát remélem alapos munkát fognak végezni, mert azért, ha tisztább lesz a pálya, akkor azért sokkal gyorsabb. Gyertek ide, Miki, a rajdobogóra. Citroen VRC, gyönyörű szép, fekete-piros, fehér színösszeállításban. Üdvözöllek benneteket egyes rajtszámmal, hazai pályán, hazai közönség előtt. Kell lennéltek? Nem is tudom, honnan kezdjem, a tegnap éjszakát, vagy a ma reggelt. Hát volt itt minden, igazi ralli. Hát a nap éjszakai az nagyon-nagyon későn fejeződött be, a mai napi pedig itt az időjárás miatt borzasztó változó volt. Volt, amikor mellé nyúltunk, mi vettünk intermédiát, és akkor teljesen száradt volt, a másodszorra is vágont intermédia volt, és akkor leszakadt az ég.
és akkor úgy érzem, hogy akkor már a királyi kör gyorsan egy 10-et váltettünk, az 22-re vezettük, már csak a power stage-et kellett odafigyelni, és még ráadásul szerencsénk is volt, mert két defektje volt a Norbinak, úgyhogy így ismét 25 pontot sikerült szerezni. Nem volt azért annyira bonyolult, mert az autó, meg a csapat, meg a minden, sok minden tényező összejött, de azért nagyon oda kellett figyelni, nagyon koncentrálni kellett, meg rengeteg szerencsének kellett összejönni, meg a taktikát folyamatosan követni, és ez egy igazi nagy, beszélgettük Tamival folyamatosan, egy igazi nagy észjáték, és mindent betartottunk, tudtuk, hogy mi a célunk, és folyamatosan felmentünk azon a lépcsőn, amin kellett.